Köd akkor képződik, amikor a levegő páratartalma eléri a telítettséget. A Csíki-medence domborzati és éghajlati viszonyai kedveznek a ködképződésnek. Sok a vizes terület és viszonylag kevés a szél. A vastag, akár több száz méteres ködök szél és tél elején jellemzőek. Ilyenkor alakul ki a hőmérsékleti inverzió. A nehezebb hideg levegő megül a medence alján, és fennebb, melegebb van. 100 méter vastagságot is meghaladó ködök alakulnak ki, amelyek néha hetekig is megülik a medencét. Ilyenkor felüdülés a csíki embereknek, ha a környező napsütötte hegyekből bámulhatják országukat. Nyáron is rendszeresen kialakulnak reggeli ködök. Tiszta egő, szélcsendes éjszakákon jelentősen lehűl a levegő hőmérséklete. Hajnalban, amikor a levegő páratartalma eléri a telítettséget, a pára kicsapódik a nedves réteg fölött és ködöt képez. A nap melegére látványos áramlásba kezd, majd elillan.